Ilyenkor az ember zavarba kerül, amikor elé tartanak valami akármit. Bár egyébként 2 évvel ezelőtt, amikor egyébként a 75. születésnapi kiállításom alkalmával volt a Pestújhelyben egy kiállításom, és rögtön utána a Patakiba, ami most ugye Körösi Csoma művelődési ház, akkor csináltak egy körülbelül 1 órás beszélgető műsort, és annak a kiállításnak is az volt a címe, hogy szobrok és történetek. Tehát ott meséltem egy-két dolgot, mert írkálom a memoárjaimat, és ezek nem napló jegyzetek, hanem különféle emlékezetes történések, amik között van, ami egészen tisztességes. Többen azt mondják, hogy ki kéne adni, csak hogy én ezt az elektronikus gomnyomkodás vagy gépelés ezért nem értek, úgyhogy én töltőtollal írok. Na most a töltőtollat valamibe át kell tenni ahhoz, hogy egyáltalán valaki el tudja olvasni. Na mindegy, szóval visszatérve erre a palotai kapcsolatra, tényleg mindvégig elég komoly kapcsolat volt, és nagyon sokféle kiállításban is vettem részt, tehát növendékkiállítás, volt tanítványoknak a kiállítása, családi kiállítás. Úgyhogy hogy elég sokféle dolog, hát mondom, saját apámnak az utolsó, életében az utolsó kiállítása, ott már nem is tudott ott lenni ezen a megnyitón.